Nagy tisztelettel köszöntöm a Bérese TV nézőit. A Bérese fiataljai sűrű programjuk mellett is fontosnak tartották, hogy elmenjenek szavazni. Április 8-án az országgyűlési választásokon három fiatal hölgy, ők Budapestről jelentkeztek át Békés Csabára, és elmondásuk szerint nagyon fontosnak tartották, hogy ők is elmenjenek szavazni, hiszen az életükről döntenek majd. A Bérese játékosai délelőtt 11 órakor még keményen edzettek a városi sportcsarnokban. Egy órával később Pekárik Eszter, Ludmán Réka és Petővári Panni már a Kazinczy Ferenc általános iskolába indult azért, hogy életük első voksát leadják. Mint mondták, fiatalkoruk ellenére érzik a választás súlyát, így éltek azzal a lehetőséggel, hogy átjelentkezzenek Békés Csabára. Nagyon nagy jelentősége van, hát mégiscsak 4 évről döntünk a következő 4 évről. Szóval mindenképpen én támogatom azt, hogy minél többen jöjjenek szavazni, senki sem maradjon otthon. Első szavazásom, jó érzés, hogy már én is beleszólhatok ebbe, meg azért fontosnak is tartom ezt. Végül is a mi jövőnkről döntünk, szóval örülök neki, hogy már jöhetek szavazni. Annak ellenére, hogy a Csabai Klub vasárnap délután a Jászberény csapatát fogadja az Extraliga elődöntőjének harmadik mérkőzésén, a sportolók fontosnak tartották azt, hogy saját jövőjükről döntsenek. Fiatalként nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen joggal rendelkezem, és pontosan ezért is kértem át Budapestről ide Békés Csabára a szavazati jogomat, hiszen úgy gondolom, hogy a fiatalokon nagyon-nagyon sok fog múlni ezen a mai napon, és ugyan ma meccsnap van, meccset fogunk játszani, a harmadik mérkőzést a Jászberény ellen, de úgy érzem, hogy itt a helyem, és fiatal korom ellenére ennek nagy súlya lesz a mai nap, úgyhogy én is leadom a voksom. Pekárik Eszter elárulta, hogy több időt szánt arra, hogy megfelelően tájékozódjon. A szüleim és a nagyszüleim is minden alkalommal elmennek szavazni. Én még nem tartottam velük, de mindig is vágytam, hogy én is elmehessek. Az utóbbi időben próbáltam időt szakítani az edzések és a mérkőzések mellett arra is, hogy tudjak tájékozódni a jelenlegi politikai helyzetről, és úgy érzem, hogy jól átgondolva és megfontolva tudom meghozni a döntésemet. A lányok azt is elmondták, hogy bíznak abban, hogy olyan eredménye lesz a választásnak, amely Magyarország jövőjét szolgálja majd. A csabai lányok a városi sportcsarnokban folytatták tovább a napot, és megtették az utolsó lépést, mégpedig a döntő felé. Kormos Mihály csapata 3-1-es győzelmet aratott, ismételten a Jászberénnyel szemben, az elődöntő harmadik mérkőzésén, és így a Bérese zsinórban 5. alkalommal jutott be a fináléba. Molcsányi Ritáék két meccs után 2-0-ra vezettek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, tehát egy újabb győzelemmel lezárhatták az elődöntőt. A hazai csapat jól kezdte a mérkőzést, ezért 9-5-ös csabai vezetésnél Deme Gábornak, a Jászberény vezetőedzőjének kellett időt kérnie. A vendégek ugyan lelassították a Bérest, ám a csabai lányok így is 7 pontos előnnyel 25-18-ra nyerték az első szettet. A folytatásban visszaesett Dobi Edináék játéka, fej-fej mellett haladtak két csapat. A vendégek 17-12-re is vezettek a második játszmában, majd Kormos Mihály együttese új lendületet kapott és egyenlített. 24-24-es döntetlen után előbb Bodnár rontott szervát, majd Ludmár Rékáról pattant ki a Berényiek adogatása, így Deme Gábor csapata 1-1-re módosította az állást. A harmadik szett váratlan indulatokat hozott a játéktérre, 4-2-es vendégvezetésnél a játékvezető mindkét vezetőedzőt sárga lappal büntette, amikor egy vitatható szituáció után reklamáltak. Ezt követően ismét feljavult a Jászberény játéka és kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán. A végjátékot 25-23-ra a Bérese nyerte, így 2-1-jel ismét megszerezte a vezetést. A folytatásban a második és a harmadik szethez hasonló, szoros küzdelmet láthatott a közönség. A hajrában Lucien Linár kézbe vette az irányítást, és egy bombával lezárta a találkozót. A Bérese 3-1-re nyerte meg a meccset, és 3-0-ás összesítéssel diadalmaskodott a párharcban.
Szerintem az, hogy tényleg minden játékos oda tette magát, és próbáltunk, hogyha valakinek kicsit valamelyik elem nem ment, próbálta a másik segíteni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó csapatmunka volt. Kormos Mihály szerint az elődöntő második mérkőzése volt a legfontosabb a párharcban, amelyben a Jász Berény megszorongatta a bajnoki címvédőt. Igazándiból a csütörtökön egy óriási meccset játszott a két csapat egymás ellen, majdnem 3 óra bemelegítéssel együtt. Az volt a csúcsa ennek a párharcnak, tényleg a lelkét szívét kitette mind a két gárda, és nem igazándiból sikerült egyik csapatnak sem annyira összekapni magát, annyira rendbe tenni magát, hogy ma egy sokkal magasabb szintű játékot produkálni. Mind a két csapat fáradt volt, nem sikerült annyira a frissítés, és ezért sokkal több hiba volt a játékban, mind a két oldalon. És ezért vált ez a mérkőzés egy óriási csatává, amit tényleg le a kalappal a Jász Berény ellen, az egész párharc során óriásit küzdöttek, óriásit harcoltak, nagyon közel voltak a mérkőzés győzelemhez, de akár a győzelmekhez is. Ezzel a sikerrel a csabai lányok zsinórban 5. döntőjüket vívják majd a magyar bajnokságban. A fináléban az Újpestet búcsúztató Nyíregyháza lesz az ellenfél. A döntő első mérkőzését május 1-én rendezik a városi sportcsarnokban. Hivatalosan is megnyitották a Sanitas Rehabilitációs és Diagnosztikai Központot Gyulán. Az intézmény többek között idegsebészettel, ortopédiával, traumatológiával és neurológiával is foglalkozik. Ennek megfelelően egyébként nem csak a betegeket, hanem a profi sportolókat is várják, így elsőként kötöttek együttműködési megállapodást a BRS-ével. A központ ügyvezetője a megyei első osztályban szereplő mékeréki futballcsapat játékosa. Bondár Attila felidézte, hogy 2016-ban már a 4. olyan műtétjén esett át, amelyet sportsérülés okozott. Az ügyvezető elárulta, hosszú időbe telt az, amíg eljutott a megfelelő kezelésekre, és ekkor gondolt bele abba, hogy milyen sokan küszködhetnek hasonló problémával. A sportsérülés utáni rehabilitáció, a műtét után rehabilitáció nagyon nehézkes volt, és magát a képalkotó diagnosztikát is elég nehéz volt megcsinálni, mivel az állami intézmények annyira el vannak terhelve. És innen jött ez az ötlet, hogy Gyula és Békés Csaba között, mivel Békés megyében még nem volt magánegészségügy, nem volt magándiagnosztika, ezért itt létesítsünk egy ilyen intézményt. Talán a BRS-e volt az első, vagy talán a második sportegyesület, akivel szerződést tudtunk megkötni. Velük már az intézmény megnyitása előtt felvettük a kapcsolatot, és a vezetők azonnal igent mondtak, pontosan azért, mert ők tudják, hogy az élsporthoz ez elengedhetetlen, ezek a szolgáltatások elengedhetetlenek, amiket mi tudunk számukra nyújtani. Rajtuk kívül még a békési kézilabdás fiúkkal kötöttünk még egyességet, és múlt héten sikerült megegyeznünk a Békés Csabai Labdarúgó Akadémiával és az 1912 előrével is. Az ünnepélyes megnyitón az ügyvezető és dr. Csotya János orvosigazgató vágta el az átadást jelképező szalagot, majd bemutatták a központot az érdeklődőknek. Az intézményben többek között neurológiával, idegsebészettel, reumatológiával és traumatológiával is foglalkoznak. A központban egy kardiológiai kivizsgálást biztosító modern labor is működik. A legújabb modellekről van szó, az MR is egy nagyon-nagyon jó felbontású MR-készülék, egy rengeteg olyan diagnosztikai vizsgálatot el lehet végezni vele, ahol a beteg olyan betegségerül tudhat, vagy olyan betegség derülhet ki, amit ha közel, vagy hamar tudunk kezelni, akkor a beteg sokkal elégedettebb lehet. Én azt gondolom, hogy a kardiológiai labort is ki kell emeljem, egy nagyon-nagyon modern, utolsó generációs gépekről van szó. Rengeteg beteg fordul meg itt, és azt gondolom, hogy nagyon sokat segít a kardiológ betegek, azok lehetnek akár veszélyeztetett csoport is, és ezeknek a szűrése viszont nagyon-nagyon fontos. A rehabilitációs részen a gépek, azt gondolom, hogy azok meg ütik azt a színvonalat, ami az európai színvonal, és az, ha jól használjuk, ha a betegek igénye kéri, akkor nagyon komoly eredményeket lehet elérni. A kriószauna például egy olyan hidegterápiás eszköz, amely néhány percre mínusz 120 és mínusz 180 fok közötti hőmérsékletnek teszi ki a szervezetet. A periférián nincs ilyenkor oxigénellátás, amikor az ember kijön, akkor hirtelen nagy lesz a vérbőség, és nagyon gyorsan kicserülődik az anyagcsere termék a sejtekben, sokkal gyorsabban regenerálódnak a szövetek. A központ a betegeket és a profi sportolókat segíti, ennek megfelelően a BRS-ével is együttműködési megállapodást kötött.
Mondanom se kell, hogy a mai sportban mennyire fontos a rekreáció, illetve az, hogy a sportolók a legjobb körülmények között készülhessenek, illetve az esetleges sérüléseket követően minél rövidebb idő alatt maximálisan fel tudjanak gyógyulni. Azt gondolom, hogy ez a létesítmény minden képzeletet felülmúlva lett, és mindezt nem csak én mondom, hanem ami a legfontosabb, a játékosok is ezt vallják. Heti rendszerességgel járnak ide, veszik igénybe a különböző szolgáltatásokat, és több olyan tapasztalt, válogatott, illetve külföldi rutinra rendelkező sportolónk mondta azt, hogy Európában is párját ritkítja ez a központ, amilyen gépparkkal rendelkezik, amilyen szakemberállományjal rendelkezik, úgyhogy mindenképpen ez nagy segítség, és a Sanitas vezetése teljesen tisztában van azzal, hogy egy 4 fronton szereplő, köztük 2 nemzetközi sorozatban szereplő csapatról van szó. Sok esetben van, hogy éjszaka érkezünk meg repülőtérről, és másnap délelőtt már jönnek ide kötelezően a játékosok, és igénybe veszik a különböző szolgáltatásokat, krió, sauna, game ready. Ez arra szolgál, hogy mondjuk, hogyha csütörtök éjszakai utazást követően szombaton már tétmeccse van a lányoknak, akkor a klubnak mindent el kell követni, hogy a legjobb körülmények között óvjuk és védjük őket, és segítsük azt, hogy minél előbb regenerálódjanak. Ezért is volt ez egy óriási vívmány, és sokkal többek és erősebbek lettünk ezen együttműködési megállapodás által. Az intézmény munkáját 10 szakorvos, 2 radiológiai szakasszisztens, valamint 4 rehabilitációs szakember is segíti. Ez volt a BRSE TV 49. adása. A magazinunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Addig is tartsanak velünk és szurkoljanak a csabai lányoknak. Hajrá BRSE, viszontlátásra!